Könnyeivel küszködve nyitotta meg fonalgrafika kiállítását Hollósi Lászlóné hétfő délután a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Az amatőr művészt tavaly novemberben ismerhette meg a közönség az Országos Vasutas Amatőr Alkotók közös kiállításán. Az alkotó akkor bemutatott művei úgy megtetszettek Molnár Lászlónénak, a Művelődési Ház intézményvezetőjének, hogy mindenképp szeretett volna egy önálló kiállítást szervezni. A tavalyi évben meghirdettük az Országos Vasutas Amatőr Alkotók találkozóját. Marikát ott ismertem meg, ő is nevezett a többiekkel együtt, és nagyon-nagyon megtetszett a kreativitása, a szemléletmódja, ahogy elkészítette az alkotásait. A megnyitót az Angelika Kamarakórus zenészei tették hangulatosabbá. Hollósi Lászlóné 3 éve foglalkozik komolyabban a fonalgrafikával, hiszen aktív éveit követően, amelyet a MÁV kötelékében töltött, csak nyugdíjba menetele után lett lehetősége régi szenvedélyének, a kézművességnek hódolni. Én nagyon szeretem a grafikát, és végül is, amit rajzolva vannak, ezeket, vagy a vonalrajzot, ezeket gondoltam újra, és valósítottam meg akár madzakképként, vagy pedig hát ez szérnával és tűvel. Hollósi Lászlóné műveinek megnyitóját hatalmas érdeklődés övezte, és a művész még nagyobb örömére nagy sikert is arattak az alkotások. Az Átiratok inspirációtól a megvalósulásig című kiállítás május 9-éig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.